Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket, valamint minden kedves megjelentet a Jókai Mór első hatalmi látogatásának 125. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Elsőként Bakony Tamási község énekkara adja elő a 200 Pünkös Dózsa című dalt. Az énekkart felkészítette esztergomini Major Tímea. Kétszár Pünkös Dózsa kihajlott az útra, el akar elvadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretek másért, két piros kocádét, szemed járásáért, fárnos olgásáért. Jókai Mór hatalmi látogatásainak történetét Németh Tibor névrajzkutató helytörténész mondja el. Közben részletek hangzanak el Váli Mari memoáriának idevágó szakaszaiból és Jókai hatalomra címzett leveleiből. Előadásra kerül Jókai Mór évfordulón című verse. Közreműködik Fodor Csilla, Osné Gajdacsi Krisztina, Fejesné Krébesz Lívia, Kisné Muhari Johanna és Muhari László. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. És azt gondolom, hogy ez a népdal, amit most hallottunk, nagyon jól rímel Jókainak a hathalmi látogatásaira, hiszen az első látogatását azt 125 évvel ezelőtt, 1890 Pünkösdjén tette meg. A második és harmadik látogatásban pedig a időskori el nem fogadott szerelme és házasság kötése játszott szerepet. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy hogy is került ez a nagy ember erre a kis pusztára. Ehhez tudni kell, hogy a puszta birtokosa, Ihász Lajos, az ő egyik unokahúgát, Jókai Etelkát vette feleségül. Ihász Lajos a tanulmányai egy részét a pápai református kollégiumban végezte, és itt, mint kosztos diák, a Váli házban lakott. Váli Ferenc, a kollégium neveléstan és természettan professzora, Jókai nővérét, Jókai Etelkát vette feleségül, és hát a házukban a kosztos diákok mellett nagyon gyakran megfordultak a harmadik Jókai testvér, Jókai Károly gyerekei, mégpedig Géza, Jolán, Etelka és Móric. Hát ez a közeg biztosított számukra ugye találkozást, és hát ebből fakadt az ő házasságuk különféle Varga betűk után, viszonylag későn 1889. júniusában. Jókai ezen az esküvőn násznagyként szerepelt, és hát már ekkor felmerült, hogy milyen jó volna, hogyha itt hathalmon meglátogatná ezeket az ifjú házasokat. Erre ebben az évben 1889-ben még nem került sor, hogy miért is nem, azt meghallgathatjuk abból az első versből, amit Jókai hathalomra Ihász Lajosnak írt. Kedves Lajosom! Úgy szándékoztunk, hogy ezen a héten, amit a büdzsé vitától pár napra elszabadulhatok, cum gentibus hozzátok legyünk. Azonban most egyszerre az idő is rompra változott, az egészségem is gyöngére fordult, nem merek egy téli útnak nekivágni. Azért nagyon kérlek, mentsen ki a te jó szíved, hogy most nem részesülhetünk abban az örömben, hogy titeket boldog otthonotokban láthassunk. Majd ha élek, a tavasszal helyrehozom a mulasztásomat, és úgy meglakom hathalmot, hogy még meg is untok. Csókollak kedves Etelka húgommal együtt, a gyerekeimmel együttesen, akiktől szinte fogsz valami felvilágosító pár sort venni. Boldog ünnepeket és minden áldást kívánva maradok, igazán szerető bátyád, Jókai Mór. Budapest 1889. december 1. Hát Jókai beváltotta a ígéretét, és 1890 Pünkösdjén, ahogy mondtam, már valóban megjelent hathalmon, és ez a találkozás valójában egy kiterjedtebb együttlétet jelentett, hiszen
ihászék a házasság kötésüket követően rögtön ide költöztették Jókai bátyját, Etelka apját, ugye, az idős Jókai Károlyt, és nem sokkal később a pápai unoka húgát, Váli Marit, aki egy nagyon tragikus sorsú asszony volt, hiszen fiatalon eltemette a kislányát, a férjét, később a szüleit, úgyhogy 50 éves korára teljes magányra lett volna pápán. Hát ez a Váli Mari ez azért is kulcsfontosságú számunkra, mert ő írt egy nagyon terjedelmes visszaemlékezést, 1800 kéziratos oldalt, aminek a főszereplői Jókai Mórt tette meg. És hát ebben a visszaemlékezésben írja le ugye a 360-i látogatásnak a történetét is. És én most át is adnám a szót Váli Marinak, hallgassuk meg, hogy hogy is zajlott az első 60-i látogatásnak a története. A pünkösdi ünnepek alkalmával végre az az öröm ért bennünket, hogy Jókai Mórnak csak ugyan sikerült pár napra letenni kezéből az írótollat, és ellátogatni hozzánk Hadhalomra. Méltóbb megülését képzelni sem lehetett a Szentlélek jövetele ünnepének, mint az ő Isten által sugalt beszédét hallgatni, és általa erősödni a jóban. Különösen megható volt a két szerető fivér egymás iránti gyengédségét látni. Azt a hálás elégedettséget, amellyel Móricz bátyánk a fiatal pár nagy és tiszta boldogságát szemlélte. Amellett úgy érdeklődve minden pusztai dolog iránt, mintha soha egyébbel nem is foglalkoznék, mint a drága anyaföld művelésével. Nem lettem volna én utolsó gazda, ha arra adom a fejemet, mondta szelíd büszkeséggel, amikor Lajos öccse csodálkozva hallgatta nagyon találó megjegyzéseit és tanácsait. A lovak különösen igen élénken érdekelték, mert kisgyermekkora óta nagy lókedvelő volt Jókai Mór, és annak dacára, hogy úgy látszott, mintha minden idejét a vetővel való foglalkozás vette volna igénybe, olyan biztos kézzel tudott lovat hajtani még Budapest utcáin is, mintha egész életében egyébbel sem tölteni idejét, mint kucsírozással. Nem kevesebb érdeklődéssel gyönyörködött a hat hunhalomra plántált, igen szép karbantartott hathalmi szőlőben, mert olyan közel fekszik az úri lakhoz, hogy gyalog sétáltunk ki vele pünkösd első napjának délutánján. Ne féljetek ám, hogy filoxérát viszek a szőlőbe. Egészen új lábbelit hoztam szőlőtök látogatására, olyat, amelynek talpa még nem érintkezhetett a svábhegyi talajjal. Szóval biztatólag kirándulásunk előtt, mert útba levőleg a budai hegyek szőlőtelepeit akkor már egészen kipusztította az az Isten csapása. Csak Jókai Mór szőlői zöldeltek, élénk smaragd színben, mert ő nem kímélte a fáradtságot és nagy költséget, hogy szőlőjének minden egyes tőkéjét oltalmába vegye a fenyegető veszedelem ellen, s hadhalmi látogatása előtt, millió dolga mellett, eszébe jutott, hogy valamiképp át ne találja a sarujára ragadt porral odaplántálni ezt a csúf férget. Hazafelé sétáltunkban búzavirágot keresett, a csaknem embermagasságban hullámzó rostáblában, s megdicsérte a gazdát, hogy annyira kell azt keresni, még pár szálat találhat, amit Mari és Etelka húgainak odaadhasson. Ezeknek az imakönyveiben még ma is ott kéklik szeretett Móricz bátyjuk által keze által szakított, s nekik ajándékozott pár szál virág. Hát azt bizonyára Jókai se gondolta volna, hogy közel egy évtized múltán az ő házassága lesz az, ami ide Hadhalomra vezeti. Pedig így történt. 1899. szeptember 16-án újra házasodott 13 évnyi özvegység után. Hát ez önmagában még semmi problémát nem jelentett volna, viszont a mennyasszony az nagyon fiatal volt, egy színésznőről, Grossz Arabelláról, művész nevén Nagy Belláról van szó. Alig 20 éves volt, még Jókai 75-ben járt már ekkor. Úgyhogy hát Jókai a nemzetnek egy mitikus alakja volt, a legünnepeltebb regényíró, ugye, és hát az élete közügynek számított. A társadalmi probléma lett valósággal ez a házasság. Két része szakadt az ország, pártolók és az ellenzők részére. Hát aztán alapvető élménye lett ez a házasság a
közvetlen hozzátartozóinak is. Hát kiket is értünk ez alatt? Nevelt lányát, Jókai Rózát, és az ő férjét, ugye híres festőt, a körképfestőt, Peszti Árpádot, akikkel Jókai a közvetlenül a házasság kötése előtt együtt élt, illetve a fővárosban élt még a másik unokahúga, Jókai Jolán, aki pedig ebben az időben Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternek a felesége volt. Hát bár Jolán, illetve Róza nem voltak túl jóban, de mégis úgy alakult, hogy ez a házasság a házasságot ellenzők táborába sodorta őket, és hát nagyon megviselte, mert egyrészt ugye szembesülniük kellett azzal, hogy Jókai fizikailag is, érzelmileg is eltávolodik tőlük, és hát felmerült az örökség elvesztésének a rémképe is. Továbbá a társadalomnak az a része, aki nem szimpatizált ezzel a házassággal, őket tette felelőssé, tehát egy nagy társadalmi nyomás vetült rájuk. Úgyhogy ez annyira megviselte őket idegileg is, hogy Pestiék 2 évre Firenzébe költöztek, hogy kipihenjék magukat. Maradtak itthon Hegedűsék, és Jókai a vallomásaiban leginkább őket teszi felelőssé azért, hogy emiatt a házasság miatt nagyon kellemetlen élmények érték a sajtóban, a társadalmi kapcsolataiban egyaránt. És például Hegedűsné olyan pletykáknak adott tápot, valótlan pletykáknak, hozzáteszem, hogy a feleség várandós, holott ugye Jókainak aktív korában soha nem volt gyermeke, vagy éppen az anyósának nyilvános háza van a fővárosban. Hát ezek nem bizonyultak igaznak. És akkor itt volt, mondhatjuk, a rokonságnak ez a hathalmi ága, ugye Jókai Károllyal, Jókai Etelkával és Váli Marival. Ők távol éltek a főváros zajától, semmiféle társadalmi nyomás nem nehezedett rájuk. Úgyhogy bár meghökkentőnek találták ezt a házasságot, de mégis a szeretet szép példáját mutatva Jókaira tekintettel foglaltak állást. Úgy gondolták, hogy itt már cél nem lehet más, mint az időskori fizikai kényelmének és nyugalmának, meg a lelki békéjének a biztosítása, és ezért felnőtt ember tudja, mit csinál, el kell fogadni ezt a házasságot. Hát ennek a következménye lett aztán, hogy Ihász Lajos írt egy levelet Jókainak, amiben hatalmi látogatásra, bemutatkozó látogatásra hívta a, mondhatjuk úgy, ifjú párt. Ez a levél olaszországi nászútjukban érte a házasokat, és meg is érkezett rá a válasz, amit most meghallgathatunk, utána pedig közvetlenül meghallgatjuk majd a második látogatásnak is a történetét. Kedves Lajosom! Szeretetre méltó leveled valóságos jó tétemény volt rám nézve. Úgy jött az elég, mint a sivatagban bújdosó elé a forrásvize. Én iszonyú heteket éltem át a közelmúltban. A világ minden hírlapjából özönlött rám a gúny, csúfolkodás, minden szó, minden tekintet célzó fegyver volt ellenem. Olyan voltam, mint a hajtásba került medve. Az idegességtől nem tudtam már sem enni, sem aludni, csak a konyakot ittam folyvást, ami még jobban elrontott. Egyszerre aztán kitörtem a vadászhálóból, és most hála Istennek, élek. Organizmusom rendbe jött, és egy csepp konyakot sem iszom már, és mindezt az én angyalomnak köszönhetem, az én feleségemnek, aki belőlem új embert csinál. Régen ismerjük és becsüljük mi már egymást. Akit én magamévá tettem, az egy nő, akinek lelke és szíve van. Majd ha megismeritek őt, kedves rokonaim, ti is meg fogjátok szeretni. Nagybecsű meghívásotoknak még novemberben fogjuk hasznát venni, a hatalmiak ölelésére sietve. Addig is küldjük ezt a nápolyi fényképünket, amire az a megjegyzésem, hogy Bella sokkal szebb ám a valóságban, mint ezen a képen. Nápolyban már csak 2 nap maradunk, és azután gyorsított körútban, Szicílián, Nizzán keresztül, november 1-ére haza. Legszívesebb üdvözleteinket küldve neked, Károly bátyának, Etelkának, Marinak, Miklóskának, maradok szerető rokonod,
bármennyire fájt is lelkünknek, Moritz bátyánk végzetesnek mondható új házassága, s Jókai Mórhoz oly kevéssé illő élettárs választása, mégis legönzetlenebb rokonin szeretettel néztünk a fenti levélben jelzett látogatásnak ideje elé. Azon igyekeztünk, hogy megmutathassuk Jókaik hatalmon léte alatt a fiatalasszonynak, milyen gyengés gondoskodással veszi körül az ember azt, mit önzetlenül igazán szeret. Sőt, be kell itt vallanom, hogy az én gondoskodásom most még a Jókai által magának választott fiatal nőre is kiterjedt. Miután a Budapesten létünk alatt velünk elhitetett hír szerint annak a megbocsánkoztató reménységnek most már 7 hónaposnak kellett lenni, azt mondtam kisleánykámnak, készen lehetünk arra is, hogy a menyecske római útjában éppen hatalom lesz a megérkezési állomás. S valóságot úgy intézkedtünk, hogy az öreg Kati néni, a hatalmi pusztek ember emlékezett óta fungáló Gólya nénie, lehetőleg mindig kezünk ügyében legyen a látogatás ideje alatt. Milyen nagy volt azonban csodálkozásunk, mikor Moritz bátyánk által meghatározott időben, november 22-én megérkeztek, izgatottan várt látogatóink, és a kitűnő jó színben lévő Jókai Mór után egy minden diszítés nélküli szürke princesz öltözékű, magas, karcsúnak mondható őszemélyt zárja a húzóból, ki tisztességtudóan csókolt kezet ura unokahúgainak. Mélyen megható jelenet volt azután az egymást annyira szerető két öreg fivér mostani találkozása. A 11 évvel idősebb, 85 éves Károly úgy ölelte, cirógatta, becézte kisöccsét, mint első házassága után tehette, midőn ő kereste fel először, a kiátkozott testvér, elhívja neki megtakargatott aranyait. Akkor is, most is, az az önzetlen testvéri szeretet vezette tettében, mely belátta ugyan, hogy öccsének házassága nem kelthet örömöt azok szívében, kik őt igazán szeretik, ellenkezőleg. Csak bánattal gondolhat bizony arra minden családtag, de azért mégis e bánat eloszlatására próbált módot keresni. Ez a szép szándék 51 évvel ezelőtt sikerült is neki. Most is igen óhajtotta hát, hogy az új sógornő szeretettel legyen a család által fogadva, és úgy vezetve, hogy Jókai Mórnak tudjon, és akarjon is kényelmes, gondoktól ment, meleg otthon teremteni. Ezt a nemes lélekből eredő példát igyekezett követni az egész hatalmi család, ami kimondhatatlan jól esett szegény kis Moritz bátyánknak. Nekünk meg az okozott megelégedett érzést, hogy Jókai igen jó, épp, egészséges formában volt az olaszországi út, és az azt követő lakásberendezés fáradalmai után is. Annyira, hogy éppen nem látszott meg ezen a házasságon a köztük levő nagy korkülönbség, aminek egyik oka az is volt, hogy Bellának ugyan arca, mint nagy darab alakja nem volt túlságosan fiatalos, csak minduntalan, fennhangzó csengő kacagása nem illett egészen bele helyzetének keretében. De úgy látszott, hogy ezt a kacajt, mely ugyancsak szegény Roza néni dallamos kacajára emlékeztetett, szívesen hallotta Jókai Mór. Igyekeztünk egy hatalmi látogatás rövid pár napi tartalma alatt Bellát azokra a szokásokra oktatni, melyek a szülői ház emlékéből oly jól lestek Jókai Mórnak, s nagy megnyugvásunkra szolgált, hogy igen szívesen látszott fogadni tanításainkat és útmutatásainkat, ígérve, hogy neki semmi más gondja nem lesz a világon, mint urának jól létére, boldogságára ügyelni szüntelen. E hatalmi látogatás tartalma alatt annyi mondani és beszélni valónk volt folyvást, hogy könnyen elkerülhettük hegedűség és feszték magatartásának keserdes emlegetését. Csak akkor esett arról néhány szó, mikor én megláttam, hogy Moritz bátyánk nagy angol plédjének sarkán egy jókora szakadás van. S azt kézbe vettem, hogy szépen összevarjam. Egyúttal figyelmeztetve Bellát, hogy az ilyesmit nem szabad ám elnézni egy rendszerető asszonynak. Jókai Mór ezt hallva félig tréfásan, de mégis inkább bánatosan így szól. Jaj, Mariskám, nagy nevezetességű szakadásám ez, amit nem lehet csak úgy bestoppolni, mint más folytonossági hiányokat. Úgy származott ez, hogy mikor hozzám tartozóim házasságomat megakadályozni törekedve, nem akartak elbocsátani, Árpád, mikor a Bajza utcai házam kertjének vasrácskapuján kiléptem, úgy vágta az be utánam, hogy szerencséről beszélhetek, amiért csak a plédem csapta oda az ajtó, amit azután erőszakkal téptem el onnét. Erre könyvbe lábadt szemmel így feleltem.
Én mégiscsak megreparálom ezt a szakadást, s úgy is cselekedtem, amint mondtam. De fájdalom. Úgy mégsem végezhetem a reparációt, mint szívem óhajtotta volna. Lehet képzelni, mennyi jó tanácssal bocsátottuk mi útnak Moritz bátyám fiatal feleségét. Mely tanácsok megfogadását annyira ígérte Bella, hogy legszebb remények ébredhettek lelkünkben Jókai Mor még hátralévő életének alakulására vonatkozólag. Etelkém gyengéd lelkének nagyon jól esett, hogy ez a látogatás olyan boldoggá tette nem csak édesapjukat, hanem szegény Moritz bátyánkat is, ki nem győztek összélni azt a nagy jót, mint ihászék a látogatás lehetővé tétele által ővele cselekedtek. Igen, hát Jókai nagyon fellelkesült ettől a hathalmi látogatástól, olyannyira, hogy itt Hathalmon egy nagy családi békekötést tervezgetett, meghívta volna fesztélyéket és hegedűséket is. Ebből aztán nem lett semmi, mert megírta a tervét Hegedűs Sándornak, ő azonban visszautasította. Hegedűségnek volt egy elvük, hogy ezt a házasságot bizony meg kellett volna akadályozni, és csak úgy lehetett volna megakadályozni, hogyha az egész család egyöntetűen foglal ellenállást. Ihászék ezzel a vendéglátással ugye megszegték ezt az elvet, és hát innentől kezdve Hegedűség elhidegültek nem csak Jókaitól, hanem tőlük is. Úgyhogy hát Jókainak egyéb kellemetlenségekkel is kellett szembesülnie Budapestre visszaérve. Különösen azt fájt neki, hogy a feleségét bántják, és mint valami középkori lovag kötelességének érezte, hogy a saját fegyverével, a tollal megvédje a feleségét. Ez volt az az időszak, amikor gombamód szaporodtak a napi sajtóban azok a versek, amik arról szóltak, hogy mennyire boldog ebben a második házasságában, és milyen nagy kincsre lelt az új feleségében. Hallgassuk meg most az egyik példáját ennek a történetnek. Jókai Mór éjföldi asszonyunk, hogy kezünket tettük egymás kezébe. Egy hosszú esztendőt eltöltöttünk szépen, életet találva egymás szerelmében. Ugye nem bántad meg azt, hogy hozzám jöttél. Nem riasztott vissza az a 75-tél. Felolvasztotta azt a tehús tavaszot, pedig az irigység de jól behozott. Ránk zúdították a gúny minden darázsraját, mérgezett nyilaknak gyilkoló záporát. Nem eltett sebeket mi rajtunk a fullánk, egymás védelmezve, egymásra borulánk. Mi nekem fájt volna, azt te háríttád el, mi téged bánthatna, azt meg én fogám fel. Csak annál szorosabb lett a mi bűkörünk, amit hűségünkben bontunk maga körül. Te védtél engemet, én védtelek téged, ha napban lakunk, ott a tűz nem éget. Feláldoztad értem fényes életpályád, a művészi olimp dicsőséges táját. És ha én cserébe odaadtam volna az egész világom, azért kivádolnám. De nem dobtam oda, csak megosztám veled, hol halálom jóslát kezdődött új élet. Bejártunk egymással sok boldog országot, találtunk üdvözlő, fényes társaságot. Láttunk dicsőséget, álomnak merészet, mit ember elérhet, abban is volt részed. Egyet tanultunk meg a sok boldog homban, az igaz boldogság mégiscsak itthon. Nagyon nagy a világ, nagyon szűk a háztáj, de megszerezted azt, arra amarra nem vágytál. Nem gondoltál gyümölcsábító világgal, csak azzal, hogy ezt itt megtölt boldogság.
teremtővé lettél, újjávarázsoltál, hideg tűzhelyemből lett lángoló voltál. Egy külön világot alkottál lakásul, amit nem találni kerek földön máshol. S én nem élek ottan ember gyűlöletben, munkához, örömhöz, mindenhez van kedvem. Itt csak a hit, a remény és szeretet örök, minden jót szeretek, senkit sem gyűlölök. Egy boldog esztendő fordult meg az égen, örültem éltennek, mint valaha régen. Míg mások kincsekért, rangért oltároznak, szívet érzem el, érzelmeket áldozatul hoznak. Nekem csak egy vágyam, egy imádságom van, az jöjjön ajkamra ébren és álmom. Nekem ne hozzanak kincset a koboldok, az enyém itthon van, csak te légy boldog. Pesti Hírlap, 1900. szeptember 16. Igen, tehát a következő napon, és az nagyon szimbolikus, tehát 17-én Jókainak az első útja feleségével együtt ide Hatvalomra vezetett. Azt talán még szimbolikusabb, hogy ezúttal nem meghívásra várt, hanem ő maga kezdeményezett. Tehát nyilván a Budapesten megtapasztalt kellemetlenségek már nagyon szükségessé tették a szerető hozzátartozóival való találkozást. Volt is mit megbeszélni egyébként, mert időközben ide Hatvalomra Váli Mari címére olyan névtelen levelek jöttek, amik arról győzködték a családot, hogy bizony az nem úgy van, ahogy Jókai leírja a hírlapokban, hanem pont az ellenkezője az igaz, tehát nagyon is szenved és nagyon is bánja ezt a házasságot. Hallgassuk meg most a harmadik látogatásnak is a történetét. A boldog viszontlátásra. Ezzel búcsúzva fejezte be Jókai Mór, Balatonfüredről hazatértük után hozzánk írt levelét. És mikor ez a viszontlátás csak ugyan bekövetkezhetett, a sok közbejött keserűség dacára is, igazán nagy boldogságot okozott nekünk, valósággal viruló jó színben láthatni szeretett Móricz bátyánkat, midőn házasságuk első évfordulója utáni napon Hatvalomra érkezett feleségével. Első látogatásuk alkalmával a hálatelt meghatottság volt az uralkodó Jókai kedély hangulatában. Míg most a szokott vidám, tréfálkozó, minden iránt érdeklődő Móricz bátyánkat látjuk viszont. Akkor, a ködös novemberi napokban nem élvezhette úgy a pusztai jó szabad levegőt, s a hatalmi mintagazdagságban való gyönyörködhetést, mint most, mikor szeretett Károly bátyjával, fiatalos, ki nem fáradó érdeklődéssel járták be Hatvalom minden gazdasági épületét, kertjeit és gyümölcsöseit. Ez utóbbiakban elégedetlenségét fejezte ki, mikor azt látta, hogy a gyümölcsfák már nagyobb részt megszedetten állnak. Ha azt akarjátok, hogy állandó, szépen telelő gyümölcsösötök legyen, szeptemberben még fent kell hagyni fáján a téli gyümölcsöt, akkor lesz csak zamatos és üde. A korán megszedett gyümölcs megtaplósodik, megráncosodik. Ne törődjetek vele, ha hull is már a gyümölcs. Annak valamennyinek van valami olyan hibája, ami korán megérlelte, és ami miatt állandó semmi esetre sem lehetne. Jókai Mórnak ez a tanácsa nem is lett azon túl soha feledve. Bármennyire sürgették is a gyümölcset akarítál, azok az alkalmazottak, kikre a gyümölcsösök őrizése bízva volt, október előtt nem engedte úrnőjük megkezdeni a szedést. Egész passióval tervezgette Móricz bátyánk, hová, milyen féle és fajta gyümölcsfákat lehetne még ültetni, sőt, azt is ígérte, hogy ő majd rendel a Gellért-hegy alatti faiskolából olyan példányokat, melyek a hatvalmi talajban szépen fognak díszleni. Nagyon tudta méltányolni Károly bátyja sok szép oltványát és azokat a nemesítésre váró magoncokat, miket az asztalnál elhasznált gyümölcsök magvainak szorgalmas összegyűjtése által, kisunokájával is gyűjtette a magvakat, produkált az öreg úr. Móricz bátyánk látogatása alatt természetesen rákerült a sor azon keserves dolgok megbeszélésére is, melyek utóbbi időben levelezésünk tárgyát képezték.
Móricz bátyánk ekkor nagyon keserves panaszban tört ki az ellenük, s különösen a felesége ellen irányuló nagy rossz indulat szakadatlan támadásai, nem különben az elkövetett sértegetéseknek a kegyelmes úr válaszában foglalt vakmerő tagadása ellen. Kérd, hadd lássa saját szemeivel azokat a leveleket, melyeknek létezését, bár oly sok keserűséget okoztak nekünk 11 hónap óta, eltagadhatónak vélik a nagy rokoni szeretet hangoztatói. Csak magunkban voltunk át Móricz bátyámmal, ki most ismét azt szerette volna tőlem hallani. Mit tegyen ő az ilyen alakban megnyilvánuló szeretet méltó viszonzásául? Krisztus urunk türelmesen letörölte arcát, mikor a nemrég még hozsánna kiáltással ünneplők leköpték. Válaszoltam nyugodtan. Könnyű volna ezt a magasztos példát követni, ha csak én rám köpködnének, mondta csüggette Jókai. De a felesége gyaláztatását hogyan tűri a férfi? Ez már gyávaság számba menne. Nem gyáva türelem az, hanem olyan bölcsesség, melyből készült vértezeten eltompulnak végre a rágalom és bántalmazás nyilai. Állítottam igazságom érzetével. Könnyű neked így gondolkodni? Felelte szomorúan szegény Móricz bátyám, se bánatos hangon mondott néhány szó miatt, valósággal elítéltem Bellát, haraggal gondoltam rá. Milyen könnyen eloszlathatná ő, ha akarná, urának-e keserves tételődését. Bánatosan kellett látnom, hogy ez az asszony sem képes kötelességének magasztos voltát felfogni. Annál kevésbé olyan hálás lenni, amilyen mértékben tartoznék az lenni. E hangulatom következménye volt azután, hogy mikor legközelebb négy szem közt lehettem Bellával, megmutattam neki azt a névtelen levelet, amelyről már említést tettem. Mikor a kegyetlenül gyalázó sorokat elpalástolni nem is próbált felindulással átolvasta, e szókkal adta vissza. Ez ocsmányság! Hát ez szerint már Mari néni is gyanúsít? Kiáltotta idegesen Bella. Nem gyanúsítalak, válaszoltam. Szinte igen izgatottan, mert ha gyanúsítani tudnálak, minden tétovázás nélkül megfojtanálak ezzel a két kezemmel. De nagy áldás az, hogy az ember nem tudja előre, mit hoznak számára a jövendő napok és évek. Milyen keserves lett volna búcsúzásunk, mikor a gondolat gyorsan elmúlt hatalmi látogatásból távozásakor egymás után keblére ölelt bennünket Jókai Mór. Hálás csókok közt mondva köszönetet változatlan szeretetünkért, amit tapasztalni valóságos balzsam az ő lelkének. Milyen mély bánattal töltött volna el ez a búcsúzás, ha tudjuk, hogy az utolsó hatalmi látogatás volt az. És az általa okozott, jól eső elégedettség emlékét oly sok keserves emlékkel igyekszik majd elhomályosítani a jó körömét kaján szemmel néző gonosz. Sokféle nem képzelt működésével bizonyítva nehezen legyőzhető hatalmát. Igen, hát irodalom történészeink ezt sok példával alátámasztották, hogy Jókai írás művészetében végigvonul egy úgynevezett sziget mítosz, a világtól való elvonulásnak a mítosza, aminek ugye a legismertebb hordozója a Senki szigetével az Aranyember című regénye. És hát amikor én készültem erre a megemlékezésünkre, akkor az jutott eszembe, hogy hadfalom is milyen szépen beleillik ebbe a sziget mítoszba, hogy itt a szerető hozzátartozói körében pihentethette a tépett idegrendszerét, és pillanatnyi lélegzetvételhez juthatott a háborúskodása közepette. De talán nem is én vagyok a leghitelesebb arra, hogy erről beszéljek, mert maradt fenn egy Jókai vallomás, ami nekünk nagyon fontos. Ezt még akkor hallgassuk meg. Nem tagadhatom, hogy a rokonaim iránti vonzalom nálam is eleven, ahogy engemet, nőmmel együtt hatalmon az én mintaszerű előképem, Károly bátyám, az én kitűnő, derék sógorom Ihász Lajos és nejem, legszeretett reméltóbb húgom Etelka, s a nők és jellemek legtökéletesebbike, Mari húgom,
közben egy Peti Józsefné, sőt, a mi feledhetetlen Móricunk, kedves fia Miklóska fogadtak, azaz én életem legkedvesebb emlékei közé tartozik. Hát azt gondoltuk, hogyha Jókainak ilyen fontos volt ez a hatfalmi közeg, akkor az mindenképpen érdemes arra, hogy szélesebb nyilvánosságot kapjon. Hát ebből a megfontolásból született ez a mai műsor, legfőképpen remélhetőleg időtállóan ez a kis emlékhely itt, aminek a bal szárnyán ugye majd látni fogjuk a legalapvetőbb információkat Jókai hatfalmi látogatásaival kapcsolatban, a másik szárnyán pedig egy búzavirágot, az első látogatásnak a kedves történetét idézve, alatta pedig a legfontosabb Jókai idézet, amit az imént hallottunk, és hát azt szeretnénk, hogyha ezzel hatfalom is feliratkozna a Jókai kultuszhelyeknek a sorába. De hát ezzel még mindig nincs vége a történetnek, mert hallottuk azt a felolvasásból is, hogy milyen nagy kedvel mozgott Jókai a hatfalmi gyümölcsösben. És hát azt tudjuk, hogy nagy gyümölcs- és virágkertész volt. Több level is fennmaradt arról, hogy ide hatfalomra milyen gyümölcsfákat küldene. És írt egy kis kertészeti munkát is, kertészgazdászati jegyzetek címmel. Hát ebben írja azt, hogy ez ő kedvenc gyümölcse a spanyol megy. Hát mindezek emlékére itt az emlékmű középpontjában következzen most egy ünnepélyes megyfa ültetés is. Felkérem Bándi Lászlót, a Veszprém megyei honismereti egyesület elnökét és Németh Károly polgármester urat az emlék felültetésére. A felültetés alatt az énekkar a Rózsa Rózsa Labda Rózsa levele című dalt adja elő. Azt is azért nevelték a kedvemre, kék a szeme, szemöldőke fekete. Azt is azért nevelték a kedvemre, kék a szeme, szemöldőke fekete. Ha így várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy a égen páros csillag rigyújjon. Nagyobb csillag, páros csillag sokáig, kis éjjel a szeretőn kapujáig. Nagyobb csillag, páros csillag sokáig, kis éjjel a szeretőn kapujáig. Jó, még egyszer? Még egyszer, még egyszer, más egyszer. Kérem, helyezzék el a megemlékezés koszorúit az emlékhelynél.
helyben senki. A következő műsorszámunk Bakonytamási községének kora előadásában a Láttad-e babám kezdetű dalt hallgathatják meg. Láttad-e babám azt a te a rózsát, nappal hívik, este járok hozzád, este járok, mikor senki se lát, mégis irigy rám az egész világ. Este járok, mikor senki se lát, mégis irigy rám az egész világ. Irigyeim, hagyjatok szeretni, hagyjátok a szememet rávenni. Rászókott a szemem a nézésre, gyönge karom szép rányölelésre. Rászókott a szemem a nézésre, gyönge karom szép rányölelésre. Gyönge harmat neveli a búzát, édesanyja neveli a lányát. De idővel más viseli gondját, de idővel más viseli gondját. Műsorunk vége fele, én szeretném megköszönni községünk vezetőségének, hogy ezt az ötletet felkarolták, hogy itt Hadhalmon egy kis emlékhely létesületet. Ugyanígy a Jókai Alapítványnak, aki csatlakozott ehhez az ötlethez. Köszönöm a helybeli mesterembereknek és a kisegítő személyzetnek, hogy fizikailag létrehozták ezt az emlékhelyet. És hát köszönöm a műsor résztvevőinek, hogy felkészültek és időt szakítottak. Ahogy mondani szokás, végül, de nem utolsó sorban pedig minden kedves megjelentnek, érdeklődőnek, hogy megtiszteltek bennünket, és együtt emlékezhetünk erre a 125 éves évfordulóra. Köszönöm szépen!